A második fordulót rendezték a hétvégén a Vidék bajnokságból, ezúttal a Szigeti Sportuszoda adott otthont a mérkőzéseknek. A bajaiak a csoport favorit Sátoraljaújhely ellen edzettek egy jót, a miénk számára ezen az összecsapáson a tisztes helytállás volt a cél. Ez sikerült, hiszen a vendégek végül 16-8-ra nyerték meg a mérkőzést. A Nyíregyháza ellen viszont már nem érték volna be ennyivel a bajaiak, itt már a győzelem volt az elvárás. Beleon Zsolt együttese ezt hozta is, végül egy góllal a Sugovica VS-e nyerte meg az összecsapást. Mindenféleképpen szeretnék gratulálni a játékosainknak, nagyon remekül helytálltak. Én azt gondolom, hogy maximálisan igyekezték betartani a taktikai utasításokat. Ennek megfelelően az egyetlen nyerhető meccset azt sikerült megnyernünk, győzni rajta. Hát a második mérkőzésen a csoport legjobb csapat ellen játszottunk, ott sajnos szabad ilyet mondani, papírforma vereséget szenvedtünk. A mostani egy győzelemmel és egy vereséggel a Sugovica VS-ek kettő fordulót követően a tabella harmadik helyén áll. Az egyesületnél elégedettek a fiatalok mutatott teljesítményével. A lehetőségeinket figyelembe véve a merítési méreteket és a jelenlegi helyzetet nézve azt hiszem, hogy jó helyen járunk. 2003-as, 2004-es gyerekekről beszélünk, tehát azt hiszem, hogy ő előttük még igen komoly jövő áll, sokat kell fejlődniük, de mi edzők és a gyerekek is ezen vannak, hogy minél jobb eredményeket érjünk el. Legközelebb a Sugovica VS Serdülő csapatára vár feladat, ők a következő hétvégén Szentesen játszanak, szintén a Vidék bajnokság keretében.